Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek. Egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben képviselőnek, másrészt a másik híven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat jelöltként, aki a választókerületben legalább 500 választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek március 5 kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú ajánlást. Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 9 megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Február 19-ig fogja mindenki megkapni az értesítőjét, ami a szavazás legfontosabb tudnivalóiról fogja őt tájékoztatni. Ezt az állam osztja szét a Nemzeti Választási Iroda. Tehát a legfontosabb az, hogyha valaki február 19-e hétfőig az állandó lakcímére nem kapja meg a tájékoztatóját, akkor az mindenképpen keresse meg helyben itt Nyíregyházán a Választási Irodát. Ez továbbra is a polgármesteri hivatalban működik a jegyző irányítása alatt, és ott érdeklődjön, hogy vajon mi az oka annak, hogy ő nem kapott ilyen papírt, mert itt vagy valamilyen administratív tévedés van, vagy pedig egyéb olyan dolog, aminek utána Nézni. Az idei országgyűlési választáson is szavazhatnak a nem magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárok. Nekik március 24-éig kell felvetetniük magukat a Központi Névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál. A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 31-éig nagy szombatig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe. Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, április 6-áig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott településen és az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak. Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredmény közölnek majd, de a választás jogi eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó úrnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg. Az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én. Az új országgyűlésnek legkésőbb május 8-áig kell megalakulnia.